A napégés tulajdonképpen a bőr gyulladása, amelyet a gyakran emlegetett UV-sugárzás okoz. Az, hogy ki mennyi idő alatt és milyen mértékben ég le, számos dologtól függ, ilyen például a bőr és a hajszín, a napon töltött idő hossza és a fényvédő minősége. A legenyhébb esetben a leégett bőr 3-5 napon belül gyógyul és nem hámlik, súlyos esetben viszont hólyagok keletkezhetnek, a gyógyulás 2 hétig is elhúzódhat, és akár orvosi kórházi ellátásra is szükség lehet, ezért a szakemberek minden nyáron felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára. A fényvédők akkor fejtik ki biztonsággal a megfelelő hatékonyságú védelmet, tehát azt, ami rájuk van írva, hogyha megfelelően használjuk, ez azt jelenti, hogy 20 perccel a napramenés előtt fel kell kenni ezeket a készítményeket, és 2-3 óránként pótolni kell, mert mindenképpen csökken a hatékonyságuk. Nyilván, ha sokat ugrál a gyerek a vízbe, akkor akár hamarabb. Érdemes olyan fényvédőt választani gyerekeknek, amely víz- és homokálló, tehát nehezebben oldódik le a strandon játék közben. Ez egy kicsit gyerekeknek praktikusabb, de mindenképpen néhány óránként pótolni kell, akkor is, ha arcra vagy kézhátra használjuk hétköznapokon, meg akkor is, hogyha teljes testre a strandon. Ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, akár 15 perc alatt is leéghet a bőr, ráadásul a bőrfelület érintettsége elején egyáltalán nem feltűnő, a behatást követően 30 perccel változik vörös színűvé a bőr, de van, akinél ez a tünet csak 2-6 óra múlva jelentkezik. A leégés pedig az egészségügyi mellett esztétikai szövődményekkel is járhat. Az összes rák közül a legagresszívebb a melanóma, ez megint csak napégés hatására kialakuló bőrrák. Ennek a legnagyobb provokáló tényezője is a napégés. Vannak gyakrabban előforduló, kicsit kevésbé agresszív bőrrákok, amelyek szintén napégés hatására, nagy napbehatás hatására alakulnak ki, például a bazaliomák. Tehát bőrrákot többfélét okozhat a napégés. És ha nem is mindig erre gondolunk, amikor előveszük a fényvédőt, már csak hiúságból is érdemes minden nap használni, mert pigmentfoltokat, mélyülő ráncokat, száraz bőrt, értágulatokat, tehát csupa zavaró esztétikai problémát is provokál az erős napsugárzás, tehát ha ezt szeretnénk elkerülni minél inkább, akkor szintén a fényvédelem az egyik legjavasoltabb ránctalanító eszköz a kezünkben. Egészségünk és szépségünk szempontjából is fontos, hogy megelőzzük a leégést. A fényvédő készítmények mellett erre más eszközök is vannak. Nyáron hordjunk kalapot, napszemüveget és hosszújú, vékony ruhadarabokat. Arany szabály, hogy 11 és délután 3 óra között, ha lehet, ne tartózkodjunk a napon. Belsőleg pedig antioxidánsokban gazdag táplálkozással tudunk segíteni a védekezésben és a regenerálódásban. Ennek egyik legfontosabb eleme a megfelelő mennyiségű C-vitamin.